Vasútfejlesztés, több mint 40 milliárd forintból újul meg a szegedi vonal. Közlekedési kultúra már gyerekkorban is, megújult Kressz parkot adtak át Békés Csabán. Sport és buli egyszerre, először lesz az országban sörfutás. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. 43,2 milliárd forintot ad a kormány a Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula vasúti vonal korszerűsítésére. A május 18-án elfogadott határozatnak köszönhetően az érintett szakaszon bővítést és villamosítási munkálatokat végeznek el. A gyulai önkormányzat már korábban 2013. júniusában kezdeményezte a szakasz fejlesztését. A turizmus mellett a gazdaság más ágazatai is profitálhatnak a beruházásból, mondta el Gyula város polgármestere. A megyeszékhely és Gyula közötti szakaszt évente 85 ezeren használják. A felújítással akár az utasszám is növekedhet, tette hozzá. Továbbá azt is elmondta, hogy a gyulai vasútállomás fejlesztése is a tervek között szerepel a jövőben. Ezzel lehetővé válik, hogy mivel a vasúti pálya villamosított lesz Szeged és Gyula között, azaz Békéscsaba és Gyula között is, így Budapest és Gyula között közvetlen járatok lesznek majd indíthatóak, intercity járatok lesznek indíthatóak, amik mind a gyulai embereknek megkönnyítik majd a közlekedési lehetőségeit, mint pedig a hozzánk érkező vendégeknek, a turistáknak sokkal elérhetőbbé teszik majd a várost. A jaminai városrészben is gyakorolhatják a közlekedés szabályait a legkisebbek, ugyanis egy újabb Kressz parkot adtak át Békéscsabán. A kertvárosi óvoda mellett található parkot bárki használhatja, ehhez az óvodában akár bicikliket is tudnak biztosítani. Kik mennek át az óvodában? A gyalogosok! Elsőként a kertvárosi óvodába járó gyerekek avatták fel a Tompa utca és a Szekfi utcán található, nemrégiben felújított Kressz pályát. Az óvoda pedagógus úgy fogalmazott, nagyon örülnek a felújított parknak. Az intézmény hagyományosan minden évben megrendezi az úgynevezett egészséges életmódra és a biztonságos közlekedésre nevelési napot, amit ezentúl rendezett körülmények között tarthatnak meg. Ilyenkor mindig kijöttünk a Kressz parkba, előtte egy kicsit rendbe tettük, de most már ilyen szép környezetben fogjuk majd ezt a programunkat megtartani. A közlekedést gyakorolhatják itt a gyerekek, itt a szabályokra hívjuk fel a figyelmüket, illetve a gyalogos közlekedést is ezáltal miután, tehát nagyon szépen fel vannak festve az útburkolati jelek. Hova fogunk most jönni, gyerekek? A lakosság közel 30%-a közlekedik biciklivel Békéscsabán, a megnövekedett bicikliforgalom miatt a balesetek száma is nőtt, nyilatkozott a körzet képviselője. Az önkormányzat többek között emiatt is fontosnak tartja, hogy a legkisebbek minél hamarabb megismerjék a közlekedés szabályait. A jaminai pályát bárki szabadon használhatja. Az összes jaminainak természetesen rendelkezésre bocsátjuk, már volna, aki megállított, meg is köszöntett, tehát az összes óvoda nyugodtan ide jöhet, ezt annál is inkább tehetik, mert Csicse Ilona képviselőasszony, azon kívül Bíró Csaba képviselő úr és jó magam felajánlottunk 100-100 ezer forintot arra, hogy bicikliket vásároljunk, és itt fogjuk tárolni majd ebbe az óvodába, bárki igénybe veheti. A későbbiekben kikerülnek az út mellé a Kressz táblák, és ezeket jelenleg felújítják. Majd kukákat is elhelyeznek, valamint további játékok építése is szerepel a tervek között. A polgármester úgy fogalmazott, a gyermekek a játékos körülmények között jobban el tudják sajátítani a szabályokat. A közlekedés veszélyes üzem, közlekedni kicsik, közepesek, nagyok egyaránt közlekednek, nagyon sokan használnak kerékpárt, és fontos, hogy minél hamarabb, minél fiatalabb korban elsajátítsák a békéscsabai gyerekek is a kerékpározás szabályát. Az érintett park mellett a belvárosi Penza lakótelepen található egy ehhez hasonló pálya, de az önkormányzat további parkok építését tervezi. A polgármester a helyszínen azt mondta, hogy még ebben az évben végig gondolják a képviselőtestülettel, hogyan tudnak erre forrást biztosítani. A közösség és a kulturális dimenzióváltás napjainkban is zajlik. Ez a téma is középpontba került a közösség média konferencián. A rendezvény negyedik alkalommal kapott helyet Békésen a kulturális központban. Oh.
mémeknek és a kultúra hatására az emberek képesek most már, képesek a lettek 150 fős törzsekben élni együtt, és ezeknek a törzseknek lettek közös hagyományai, közös kultúrája, Ezzel a rendhagyó előadással, ami a kultúra dizájnerekről szólt, indult a konferencia. Karafiát Balázs közgazdász, kommunikációkutató jelenleg Amerikában él, Skype-on jelentkezett be. De szólt előadás arról is, hogyan lehet nagy rajongótábor gyűjteni a közösségi oldalakon, és arról, hogy ez milyen előnyökkel járhat. A 133 ezres rajongótáborral rendelkező Balog Csaba azt próbálta bebizonyítani, hogyan lehet kezelni a közösségi oldal folyamatosan változó algoritmusait. A saját munkámat nagyjából mondhatom úgy, hogy megfelezi az, hogy ekkora Facebookos táborunk van, tehát hogyha nem lenne, akkor kétszer ennyit kéne dolgozni ugyanilyen elérésért. Ugyan azt gondolom, hogyha valaki bármilyen márkát képvisel, legyen ez egy média márka, vagy egy ketchup márka, teljesen mindegy, akkor kihagyhatatlan ma, hogy Facebookon jelen legyen. A térség legjelentősebb innovációs technológiákkal foglalkozó rendezvényén fókuszba került a kulturális dimenzióváltás, aminek folyamatosan részesei vagyunk. Mint kiderült, a mai világban a közösségek szerepe radikálisan felértékelődik. Nem csak az üzleti világban, gondoljunk itt a közösségi felületekre, portálokra, stb. Ez logikailag is egy teljesen másféle működésrendet és gazdaságot épít fel. Tehát például nagyon nehezen látjuk meg például a közösségi megosztásra alapuló gazdaságnak a helyét, lehetőségeit. Most pillanatnyilag harcolunk ellene, de én úgy gondolom, hogy egy 10-20-50 év múlva erre az időszakra úgy fogunk gondolni, ahogy most a 19. századi géprombolás időszakára is gondolunk. A főszervező szerint ezt a folyamatot nem kell megállítani, mert ha egyszerűbben, kevesebb energia befektetéssel nagyobb hatékonyságot, eredményességet lehet az élet bármely területén elérni, akkor ezek a technológiák működni fognak. Pátkai Ervin szobrászművész emléktábláját avatták fel pénteken az evangélikus gimnáziumnál. Az iskola egykori diákja jó példa arra, hogy innen Békéscsabáról is el lehet jutni a hírnévig, mondta az intézmény igazgatója Köves Kóti Péter. A polihisztor amellett, hogy szobrokat készített, számos kiadvány szerkesztője volt, festett és még verseket is írt. Szegény családból származott, de ez sem magadályozta meg abban, hogy Párizsban végezze el a Képzőművészeti Egyetemet és onnan egyenesen a katedráig jusson fel. Alkotásaival robbanásszerű sikert aratott. 19 éves korától ebben a műfajban rövid idő alatt a világ szinte minden műértője megtanulta a nevét. A most leleplezett alkotást, Pátkai Ervin emléktábláját Prisztavok Tibor szobrászművész készítette el. Az eseményen jelen volt a polihisztor bátyja is. Nagyon sokszor ugye vagyunk úgy, mint emberek, egyházi, más világi összefüggésben is, hogy nem ott kötünk ki, hova indultunk. Na most tulajdonképpen ez történt az ő életébe is, és egy csodálatos életpálya alakult ki, és ebben ő megfelelő módon helytállt. Tulajdonképpen egy bizonyos büszkeség, meglepetés, csodálat, hálaadás az, ami vele kapcsolatosan most a fejemben van. Utolsó rendezvényéhez érkezett a Minden Tudás Színházi Egyeteme az Ibsen Stúdió Színházban. Az előadás sorozaton a közönség az alkotóművészet hátterébe, folyamatába kaphat betekintést. Most Rényi András, az ELTE Művészettudományi Karának vezetője volt a meghívott vendég. A táncos a teste energiáival fejezi ki mindazt, amit a színész a szavak segítségével tesz meg. Tánc a testről szól. Nem a testetlenségről, hanem a testről. És aki a táncot értékelni és értelni és szeretni akarja, annak ezt a testet kell elsősorban megértenie. A táncoló testet. Azért mondom szándékosan kicsit ilyen provokatívan, és nem a lelket, és nem a kifejezést. Ezek az előadások elmélyült, esztétikai, filozófiai tartalommal bírnak, de mégis közérthető formában vitték az egyetemi tanárok, professzorok ezeket a nézők elé. Az utolsó felvonáson Rényi András a táncról beszélt egy teljesen új és nem megszokott megvilágításban. Szobrok felül fogja közelíteni. Azt gondolom, hogy a tánc az, aki nem tanult táncolni, annak egy picit elvont, hogy hogyan is lehet megfejteni azokat a mozdulatokat,
hogyan lehet az gondolatsorrá lefordítani. És én azt gondolom, hogy erre fogunk majd kapni segítséget. A Mindentudás Színházi Egyeteméről az előadók, professzorok, tanárok nagyon jó véleménnyel vannak. Azt mondják, a Békés Csabai közönségre mindig számíthatnak, ami ilyen jellegű előadásoknál példaértékű. A programsorozat jövőre biztosan tovább folytatódik. Milyen érzés lehet 450 méter magasan a föld felett? Május 28-án és 29-én ezt bárki megtapasztalhatja, aki kilátogat a Békés Csabai repülőtérre. A Békés Airport Kft. Idén először rendez ugyanis repülőnapot a város támogatásával. Elértük az utazó magasságot, és Békés Csaba város fölé tart. Kameránkkal nem tudjuk az érzést visszaadni, de a látványt igen. Aprónak tűnő zöld búzatáblák, néhol egy-két kék vízfelület és sok kis házikó. Így néz ki a város és környéke 1400 láb magasan egy Cessna típusú kis repülő pilóta fülkéjéből. 108 csomós sebességgel hasítunk a város felett, ez olyan, mintha beülnének egy gépjárműbe, és 210 km/órás sebességgel mennének az úton. Csak itt éppen a kilátás más, gyönyörű a madártávlatból a város. Mindezt mindenki átélheti, aki május 28-án és 29-én ellátogat a Békéscsabai repülőtérre a repülőnapra. Aki pedig nem szeretne felszállni, de érdeklik a repülőgépek, bármelyik járművet teljesen közelről is megvizsgálhatja a két nap alatt. A Békéscsabai repülőtér hangárjában közel fél tucat légijármű várja a kilátogatókat, és persze azokat, akik szédítő magasságból néznék meg a várost. A repülés az teljesen biztonságos, a repülőgépek is, illetve a pilóták is megfelelő jogosításokkal rendelkeznek a feladathoz. Általában a repülések 8-10 percesek lesznek, Békés Csaba város fölé irányulnak, és azt kell még róla tudni, hogy gyakorlatilag az egészen kicsi gyerekektől a felnőttekig bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A sétarepülések és az izgalmas légi bemutatók mellett a repülőtér munkatársai színes programokkal várják az érdeklődőket. Gyermeknap lévén a legkisebbek kipróbálhatják a sárkányrepülő készítést és eregetést is. 29-ét tudjuk, hogy a gyermeknappal is egybeesik, ezért próbáltunk olyan programokat szervezni, idehozni a repülőtérre, amely a család minden tagját megmozgatja, tehát a kisgyermekek, apróbbak, kézműveskedést választhatják, illetve a kézműveskedés során elkészült sárkányt eregethetik, amennyiben a szeles idő engedi ezeket. A nagyobbak pedig megtekinthetik a repülőgépeket, pilótafőkéket, műrepülést megtekinthetnek. Ejtőernyős bemutató is lesz. A rendezvény mindkét napjára a belépés díjtalan. A Békés Csabai Médiacentrum jóvoltából pedig 3 szerencsés nyertes, 2 személyre szóló sétarepülést nyerhet. Részletek a Facebook behir.hu oldalán. Június közepén 16. alkalommal rendezik meg a Sörfesztivált Békés Csabán. Idén azonban a sport is nagyobb szerepet kap a rendezvényen. Hazánkban először indul el a sörfutás. A különleges megmérettetésen 4 kilométer vár a versenyzőkre, eközben pedig 4 doboz alkoholmentes sört kell elfogyasztaniuk. Ezúttal pótként funkcionált a futóakadály a Tünde utcai atlétika pályán. A sörfutás rögtönzött tesztfutamán az ötletgazdához, Bozár Attilához és Barnához, a női kézilabda csapat kabala figurájához, a Trefort szakiskola 11. osztályos diákjai csatlakoztak. Rajthoz! Rajt! A fiatalok a júniusi bulifutáshoz hasonlóan egy doboz alkoholmentes sör elfogyasztása után vágtak neki a távnak, hiszen a verseny egyik legfontosabb célja, hogy összekösse a sportot és a szórakozást. A sörfutás ötlete az Egyesült Államokból indult, Bozár Attila pedig hazánkban szeretné meghonosítani ezt a programot, aki szerint a felkészülés is nagyon fontos erre a kihívásra. Tényleg edzeni kell valamilyen szempontból, nem a távról van itt szó, inkább a sörfogyasztás elfogyasztása, és a leggyorsabban úgy, hogy az a szénsav azért úgy jöjjön ki a gyomorból, hogy ne legyen semmi probléma, de ezt én szerintem edzeni is kell, de én szerintem mindenki tudja teljesíteni ezt a távot, mert nagyon-nagyon jó alkalommal, jó időben lesz ez a június 17-én ez a futás. Az idei rendezvényen nagyobb szerepet kap a sport, így a sör és a csülök is jobban fogyhat majd a fesztiválon. 4 napon keresztül strandlöplabda, strandtenisz, strandfoci, tehát folyamatosan mozgatjuk úgymond a
látogatókat, és hát várunk is mindenkit szeretettel, a legkisebbektől a legidősebbekig kipróbálhatják ezt a pályát. És hát mellette ugye azt gondolom, hogy ez egy városban is egy komoly látványosság lesz, hogy 4000 métert futnak azok a bátrak, akik bevállalják ezt. A különleges megméretetést június 17-én rendezik majd, a nevezéseket 13-áig várják a szervezők. A női és férfi kategória győztesei nem csak érmekkel gazdagodnak, hiszen értékes sörutalványokért is megy majd a verseny. Ennyi fért mai híradónkba, híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!